hogyha eddig megtiszteltek vele. Mondandómat alapvetően államtitkár úrhoz és a kormánypárti többséghez címzem. Egyszerűen azért vagyok kénytelen ezt rögzíteni, mert köztudomású, hogy a radikális párt és a Magyar Szocialista Párt között alapvető kiengesztelhetetlen nézetkülönbség van a NATO-tagságunk szükségességét és annak indokoltságát felvető kérdésekben. Éppen ezért az, hogy most ők így gondolják, mi így gondoljuk, senkit nem fog meglepni. Ugyanakkor a kormánypárti többség mégiscsak megszavazta annak idején a NATO-ba való belépést, egyszerűen azért, mert úgy gondolták, hogy ez olyan fajta biztonsági töbletet hoz a Magyar Köztársaság számára, amit érdemes kihasználni. A minisztérium vezetői, beleértve a minisztert, beleértve a vezérkari főnököt, külső legitimációként folyamatosan a NATO elismerő szavaira hivatkozik a Magyar Köztársaság szerepvállalását illetően, a magyar védelem szervezését illetően. A NATO nagyon sokak számára egy valami külső, félelmetes valami, amihez persze a mindenkori kormány próbál igazodni, de jó egy kicsit szidni, és egyéb iránt meg valószínűleg érdemes róluk megfeledkezni. Én meg azt gondolom, hogy a NATO mi vagyunk. A Magyar Köztársaságnak azon állampolgárai, akik annak idején egyébként egy népszavazással ezt a kérdést szentesítették. A NATO mi vagyunk akkor, amikor együttműködést keresünk és ajánlunk Európa szinte valamennyi fejlett országával, még egyszer mondom, szinte valamennyi. A NATO mi vagyunk akkor, amikor közösen és együtt védelmezzük mondjuk a Magyar Köztársaság határait a délszláv válság idején, akkor még nem voltunk persze NATO tagok, de a segítség jól jött. A NATO mi vagyunk akkor, amikor adott esetben a Sinai félszigettől kezdődően Cipruson át, mondjuk ott vagyunk Afganisztánban is. Ez a Magyar Köztársaságnak egy a mindenkori kormánynak és a többség által támogatott politikának egy olyan eleme, amelyben igen, pontosan tudjuk, hogy a szuverenitásunk egy darabjáról lemondva kapunk egy nagyon erős biztonsági hátteret, egy nagyon erős nemzetközi együttműködést, és egy nagyon erős gazdasági támogatást is, bármennyire is hihetetlen, de egészen biztosan így van. Éppen ezért nehezen értem és nem is fogadom el, hogy a hatályos, az ennek a kormánynak a javaslata alapján hatályos honvédelmi törvény egy passzusát akként változtatták meg, hogy kikerült belőle a NATO-ra, mint egyébként mégiscsak a biztonságunk szavatolására másokkal együttműködésbe teljesen természetesen hivatott egyik legfontosabb nemzetközi szervezetnek a puszta ténye. Nem beszélünk befogadó nemzeti támogatásról, itt vannak Pápán és itt lesznek majd repülőgépek, ami egyébként nagyon fontos hozzájárulás, azaz egyik oldalról azt jelenítjük meg, hogy nekünk erre az együttműködésre szükségünk van, különösen akkor, amikor azokkal a partnerekkel beszélünk. Másik oldalon pedig a saját politikai ellenzékünk, a saját, nem mindenben velünk egyetértő kollégák igényeinek kielégítése érdekében megfeledkezünk róla. Szóval elnézést kérek már előre Volner képviselő úrtól, hogy megint egy cigány példa jut eszembe, de ez olyan, mint amikor a száztagú cigány zenekarba a cimbalmos félrehúzná a cimbalmát, és azt mondaná, hogy ja kérem, a zenekarban persze jó lenni, de ezeket szégyellem. A kormánynak a magatartása a NATO-val kapcsolatosan most ez. Én azt gondolom, hogy kelebben egy nagyon komoly, nagyon markáns, nagyon határozott értéket közvetíteni és álláspontot közvetíteni. Lehet, hogy ez az az álláspont, amelyet a radikális párt képvisel. Akkor azt kell mondani, de semmiféleképpen nem szabad úgy csinálni, hogy egyik oldalon egyébként van egy nagyon komoly együttműködés, másik oldalon meg persze ti kicsit penetránsak vagytok, és éppen ezért szégyellek benneteket. Ezért mondtuk mi azt, hogy amit egy népszavazás megerősített, ami az elmúlt évek gyakorlata, mondhatnám majdnem 15 év gyakorlata, az, hogy a NATO Európa és a világ egyik nagyon fontos biztonsági garanciája, amelyben önként veszünk részt, és ennek az önkéntességek egészen bizonyosan a szervezetben való együttműködéssel együtt a preambulumban illő volna megjelenni. Értékválasztás, erre szeretném biztatni kormánypárti képviselőtársaimat. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Volner János képviselő úr következik, rendes felszólalása, parancsoljon képviselő úr.
Köszönöm szépen, elnök úr. Juhász Ferenc képviselőtársam jól látja, nagyon komoly és radikális nézetkülönbség van köztünk a NATO szerepének a megítélésében. És itt az egyes ajánlási pontban rögzített szocialista javaslat, ez a törvényjavaslat preambulumába beemelni a NATO tagságból eredő kötelezettségünket. Képviselőtársaim, valamire szeretnék azért utalni. Akkor, amikor egy ország, most itt a törvényjavaslat más nyelvezetet használ, de amikor egy ország megalkotja a katonai doktrínáját, akkor ez a katonai doktrína normális esetben a nemzeti szükségletek szerint alakul ki, és nem pedig a szövetségi igények alapján. Szeretnék arra utalni, hogy mekkora különbség van a nemzeti szükségletek szerint felépülő honvédelem és a szövetségesi igényeknek alárendelt katonai feladatok teljesítése között. Akkor, amikor egy ország a fenyegetettségét, a biztonsági kockázatait értékeli, akkor nyilvánvalóan elsősorban azzal számol, hogy milyen közvetlen támadás, milyen támadási főirányokból érheti az adott ország területét, milyen infrastruktúrális, honvédelmi és egyéb létesítmények lehetnek ennek a célpontjai. Akkor, amikor valaki a szocialisták javaslata alapján alárendeli a NATO válságreagálási rendszernek a magyar honvédelmet, és ennek megfelelő döntések meghozatalát szorgalmazza, akkor nem tesz egyebet, mint hogy a honvédelmi szükségleteinket nem a saját nemzeti érdekeink szerint állítja be, hanem a szövetségesi igényeknek rendeli alá. Meg szeretném kérdezni itt képviselő társaimat, hogy megértették-e, miről szól egyáltalán az afganisztáni háború. Akkor, amikor a magyar honvédelmet úgy fejlesztették a korábbi kormányzatok, hogy ennek a kicsi 93 ezer négyzetkilométerre szűkült országnak légi utántöltésű Gripen vadászgépeket vásároltak, óriási költségigénnyel, akkor nem tettek egyebet, mint hogy olyan magyar költségvetési forrásokból finanszírozott NATO törekvéseknek tettek eleget, amelyek a nemzeti honvédelem szükségleteivel még csak köszönő viszonyba sem álltak. Hát nyilvánvaló, hogy egy ilyen pici országnak az égvilágon semmi szüksége nincs légi utántöltésű vadászgépekre, önmagában már az a felárazás is, amit csak a vadászgépek esetén a költségvetés, illetve a honvédelem számára jelentett ez a tétel, ez már 100 milliárd forintos nagyságrendű. Ezek tehát olyan lépések, amelyek nem szolgáltak egyebet, mint az, hogy a NATO az úgynevezett kollektív védelmi kötelezettségeinek, az ebből eredő feladatoknak eleget tudjon tenni. Én azonban arra biztatnám a képviselőtársaimat, ismét csak utalva arra, hogy miért is küldtek ide minket a választópolgárok, hogy olyan módon próbálják befolyásolni a honvédelem irányát, hogy lehetőség szerint a nemzeti szükségletek szerint valósuljanak meg a honvédelmi intézkedések. Mit is jelent mindez? Hogyha a magyar katonai doktrínát átgondoljuk, újra szabjuk annak a kereteit, akkor meggyőződésem szerint teljesen más módon történne a haderő fejlesztése, mint jelenleg. Más fegyvernemek kerülnének fejlesztésre, mint jelenleg, hogyha most megnézzük a honvédelem fejlesztési célú kiadásait, abban jelentős részben azok a kiadások dominálnak, amelyek elsősorban a légierőhöz köthetőek, azok, amelyek a NATO-nak, a szövetségesünknek az akció rádiuszát lehetőség szerint az egész világra kiterjesztik. Én azonban ezzel szemben azt szeretném javasolni, és abba az irányba szeretném elmozdulni, látni a honvédelem ügyét, hogy itt a nemzeti szükségletek szerint alakuljon ki ez. Nyilvánvaló, erről egyszer őszintén el kell tudni beszélgetni, hogy mi az, amitől a magyar állam elsősorban tart, és milyen irányba lenne érdemes fejleszteni a magyar honvédséget. Tartunk esetleg szomszédos országokon belül lezajló hatalomátvételtől, egyes olyan szélsőséges pártok megjelenésétől a politikában, amelyek akár későbbiek folyamán katonai fenyegetést jelenthetnek Magyarország számára, és hogy mennyire nem idegenek ezek a gondolatok. Gondoljunk csak arra, hogy a 90-es évek elején a délszláv háború során határok változtak meg, embereket tömeggyilkosság áldozataivá tették, tömegsírókba temették, és a többi. Ezek tehát valós veszélyek, és ki tudja még, hogy a nemzetközi gazdasági válság milyen veszélyekkel jár majd. Én nem szeretném ezeket a veszélyeket nagyobbnak ábrázolni, mint amilyenek jelenleg, de tény, hogy a honvédséget a magyar államnak azért kell fenntartania, hogy Magyarország területi védelmét a honvédség biztosítsa, és nem azért,
hogy részt vegyünk az Amerikai Egyesült Államok oldalán egy olyan afganisztánihoz hasonló rablóháborúban, amelynek semmi egyéb célja nincs, mint hogy a fejlett világ egyes szövetségeseinknek mondott országok számára a virág nyersanyag készleteihez történő korlátlan hozzáférés biztosítsa. Mert azért lássuk be, képviselőtársaim, akkor, amikor Fekete-Afrikában halomra gyilkolják egymást az emberek, nem egyszer a fejlett világ tétlen marad, a saját elveit lábbal tiporva, még humanitárius okokból sem avatkozik be, akkor azonban, amikor a Perzsa-öbölben az egyensúly megbomlani látszik, és emiatt az olajhoz való hozzáférés veszélybe kerül, azonnal megjelennek ott a NATO repülőgépanyahajói, és fegyverrel biztosítják azt, hogy hozzáférhető legyen a nyugati világ számára a nyersanyagkincs. Ugyanezt történik Afganisztánban is, ahol 2000 milliárd forintos értékre becsülik az ott levő ásványkincs vagyont, ezért kellett a magyar katonáknak oda menni. Ezt tisztán kell látnunk, amikor a honvédelem ügyéről beszélünk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, képviselő úr. Mivel több felszólaló nem jelentkezett, a részletes vita e szakaszát és a részletes vita egészét lezárom. Most Simicskó István államtitkár úrnak adok szót, aki már jelentkezett hozzászólásra, mert válaszolni kíván a vitában elhangzottakra. Parancsoljon, államtitkár úr! Köszönöm szépen a szót, elnök úr! Tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim! Az új alaptörvény elfogadását követően a honvédelmi miniszter úr elsőként nyújtotta be a sarkalatos törvények közül az új honvédelmi törvénytervezetet a tisztelt ház elé. Az általános vita során a miniszter úr részletesen megindokolta, miért van szükség erre az új törvényre. Én nagyon sajnálom, hogy két fontos e témához leginkább kapcsolódó bizottság elnöke nem tud jelen lenni most, nem tudott jelen lenni ezen a vitán, csak részben. Nemzetbiztonsági Bizottság elnök asszonya és a Honvédelmi Bizottság elnöke, de szerény számban voltak jelen a Honvédelmi Bizottság tagjai közül is, de azért aki itt volt, az mindenképpen minőségi részvételt nyújtott, és sokat tett azért, hogy érdemi vitát folytassunk ma itt a parlamentben. Engedjék meg, hogy röviden reagáljak a benyújtott módosító javaslatokra, és hogy a kormány álláspontját röviden megindokoljam, hogy miért nem támogatja, vagy miért támogatja az ajánlás különböző számain jegyzett módosító javaslatokat. Szeretném elmondani, hogy összességében 28 módosító javaslat érkezett be a törvénytervezethez, ebből 22-t a kormány nem támogat, 6-ot pedig igen. A 6 igen az ajánlás 18, 19, 21, 22, 25 és 26-os számhoz adja, tehát ezen ajánlásokat támogatja, ezen módosítókat támogatja a kormány. A módosító javaslatok döntően egyrészt a polgári szolgálat, a fegyvernélküli szolgálat, a közgyűlés elnökeinek, a védelmi bizottságoknak a jövőjét illetően érkeztek. Ugye a Jobbik részéről, még a Korondi Miklós úr részéről a halálbüntetés kérdésköréhez is került benyújtó módosító javaslat. Ugye itt a védelmi bizottságok elnökei vonatkozásában érkezett több módosító javaslat, hogy a kormány megbízott lássa el ezt a feladatot, vagy pedig továbbra is a megyei közgyűlés elnöke. A mi meggyőződésünk az, hogy a végrehajtó hatalomnak kell ezt a feladatot koordinálni, irányítani, ezért az elnöki szerepkört szerencsésebb, hogyha a kormány megbízott látja el, de továbbra is ott marad a megyei közgyűlés elnöke is, ebben a védelmi bizottságban is a katonai és a katasztrófavédelmi elem is megjelenik, kellő mértékben erősítve a szakmaiságát, a szakmai döntéseit a megyei védelmi bizottságoknak. Az LMP részéről a polgári szolgálat kérdésköre merült föl. A kormányzat úgy látja, hogy a sorkatonai szolgálat idején alakult ki ez a rendszer, ezért e jogintézménynek a békeidejű fenntartása a jövőben nem indokolt, ezért fegyveres és fegyver nélküli szolgálat lesz a jövőben lehetőségként az állampolgárok számára, a hadkötelesek számára. Fideszes képviselőurak Ág Péter és Tóth Gábor pontosításokat nyújtottak be, elsősorban a védelmi bizottságokra vonatkozóan, a kormány ezeket befogadja és támogatja, és köszönjük a javaslatokat. Az MSZP részéről több, mindössze, ha jól számoltam, 16 módosító indítvány érkezett.
Itt szeretném megjutatni Juhász Ferenc képviselő urat, hogy mi is fontosnak tartjuk a NATO tagságunkat, magát a szövetség egészét, ezért az új honvédelmi törvény első szakasz második bekezdésében kifejezetten hangsúlyosan szerepel, hogy Magyarország biztonságát három pillérre építi, és ebben az egyik fontos pillér az állampolgárok hazafias elkötelezettsége mellett, a nemzeti önerő mellett a szövetségesek ereje, tehát természetesen mi is kiemelt jelentőségűnek tartjuk Magyarország NATO tagságát, és valóban egyetértek, a NATO mi is vagyunk, ahogyan ön fogalmazott. Az országgyűlés hatásköre vonatkozásában tett módosító javaslatokat a kormány megvizsgálta. Úgy látja a kormányzat, hogy továbbra is marad az országgyűlésnek hatásköre, többek között a Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról és a biztonság és védelempolitikai alapelvek elfogadásáról az országgyűlés dönt a kormány előterjesztésére. A költségvetésről beszéltem. Annyit hagyd tegyek hozzá Volner képviselő úr felvetésére, hogy ez a bizonyos profiltisztítás, amit nagyon helyesen megfogalmazott, egyezik a mi szándékainkkal is, és már az idei, az ezévi költségvetésben próbáltunk ennek érdekében tenni, hiszen a szolgálati nyugdíj tárgykörét kivettük a védelmi költségvetésből, hiszen ez nem tekinthető katonai kiadásnak, ez mindösszesen körülbelül egy 25 milliárdos tételt jelent. Én azt hiszem, hogy ez egy helyes felvetés, és elindultunk ezen az úton, hogy átlátható és kiszámítható, és pusztán a védelmi kiadásokat tükröző védelmi költségvetés legyen az országgyűlés által elfogadva. A koronaőrzés vonatkozásában több módosító javaslat érkezett, hogy ne a katonák, ne a Magyar Honvédség erőjérőzzék. A kormány úgy látja, hogy ez helyes célkitűzés, hogy a katonák meg tudjanak jelenni, és fontos feladatot el tudják látni itt a magyar parlamentben is. Én csak arra utalnék, hogy több tízezer látogató érkezik a magyar parlamentbe. Szerintem mindig jó és mindig hasznos, hogyha a Magyar Honvédség szűkülő szerepkörében meg tud jelenni, és a magyar katonai hagyományokat, a magyar katonák presztízsét tudja ilyen módon is emelni. Hogy mi a feladata a Magyar Honvédségnek, én azt hiszem, hogy ezt a Magyar Országgyűlés dönti el. Sok minden lehet a feladata. Mi úgy látjuk, a kormány úgy látja, hogy ez is lehet a feladata többek között. A közfoglalkoztatásról beszéltem. Én azt hiszem, hogy fontos, hogy a Magyar Honvédség is ebben közreműködjön. Tartalékosok egyenruha viselésének a kérdésköre is fölmerült az egyik módosító javaslatban. Én azt hiszem, hogy az elképzelés az egyértelmű, és nem szorul további pontosításra. Én nagyon szeretném megköszönni végezetül a tisztelt képviselő uraknak és hölgyeknek azt a hozzáállást és támogatást is, véleménykifejtést is, módosító javaslatokat és a kritikát is, a kritikai észrevételeket is, hiszen ezek viszik előre az ügyet, amelyet egyébként itt az elmúlt időszakban benyújtottak a ház elé, a kormány előterjesztéséhez. Én bízom benne, hogy az élet igazolni fogja az új honvédelmi törvényt, és arra kérem a tisztelt képviselőtársaimat, valamennyi frakciót, hogy támogassák a kormány előterjesztését a zárószavazás során is. Köszönöm szépen, hogy meghallgatta. Köszönöm, államtitkár úr. Tisztelt országgyűlés, a benyújtott módosító javaslatokról várhatóan következő ülésünkön döntünk. Tisztelt országgyűlés, soron következik a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló törvényjavaslat részletes vitája. Az előterjesztést T/3485-ös számon, a Kulturális és Sajtóbizottság ajánlását pedig T/3485/15-ös számon kapták készhez. Indítványozom, hogy a módosító javaslatokat a törvényjavaslat szerkezeti rendjébe figyelemmel két szakaszban vitassa meg az országgyűlés. Felkérem Stager Bence jegyző urat, ismertesse a javasolt vita szerkezetet. Tisztelt országgyűlés! Az ülésvezető elnök azt kezdeményezi, hogy az első vita szakaszban az ajánlás 1-től 15-ig terjedő pontjai szerepelnek. Ezek az akadémia szervezetét és működését módosítják. A második vita szakaszban pedig a 16-tól 19-ig terjedő pontok szerepelnek, amelyek az akadémia vagyonával, gazdálkodásával összefüggő rendelkezések módosítását kezdeményezik.
Köszönöm, jegyző úr, tisztelt országgyűlés. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, egyetérte a javasolt vitaszerkezettel? Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak. Köszönöm, megállapítom, hogy az országgyűlés indítványomat elfogadta. Megnyitom a részletes vita első szakaszát az ajánlás 1-től 15-ig terjedő pontjaira. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni 6 perces időkeretben? Igen, megadom a szót Volner János képviselő úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr, csak egészen röviden szeretnék észrevételezni a módosító javaslatok egyikével kapcsolatban. A 7-es ajánlási pont a Kulturális Bizottság előterjesztése, mely szerint a Magyar Művészeti Akadémiának együtt kell működnie az országos audiovizuális közszolgálati média szolgáltatókkal. Én azt gondolom, hogy ez egy maximálisan támogatható javaslat, magából a törvényből egyébként többen is hiányoltuk ezt, hiszen a legfontosabb kommunikációs csatornák egyikévé az audiovizuális termékek, illetve az ezzel kapcsolatos csatornák váltak. Akkor, amikor arra gondolunk, hogy tévén, rádión, stb. Keresztül jut el az emberekhez jó részt a művészet is, akkor megkerülhetetlen az, hogyha az ország ezen a területen egy új közintézményt hoz létre, akkor ezen a területen meg kell, hogy valósuljon az együttműködésén. Tehát azt gondolom, hogy ez egy maximálisan támogatható javaslat. Én magam is arra biztatom a képviselőtársaimat. A másik pedig egy jobbikos képviselő ajánlása, a 9. ajánlási pontban dr. Kis Sándor képviselőtársam ajánlásáról van szó, mely szerint a Magyar Művészeti Akadémia figyelemmel kíséri a közoktatásban a művészeti tantárgyak oktatásának tartalmát és színvonalát. Képviselőtársaim, miért is van erre szükség? Először is jól emlékezhetünk azokra a sokszor heves, indulatokat is kiváltó vitákra, amelyek itt az országgyűlés korábbi plenáris üléseit jellemezték, többek között az ilyen alternatív megközelítésekkel kapcsolatban, amelyeket Alföldi Róbert jelenít meg a magyar kultúrában. Én azt gondolom, hogy kutya kötelessége egy magyar közszervezetnek, egy közpénzből fenntartott szervezetnek az, hogy figyelemmel kísérje azt, hogy milyen módon történik, milyen tartalommal történik a művészeti oktatás Magyarországon. Ugyanis ha arra gondolunk, képviselőtársaim, hogy Magyarországon nem egyszer olyan emberek élveztek közpénzből történő juttatásokat, akik erre nem voltak érdemesek, akik nem egyszer a magyar nemzeti elkötelezettséggel, az identitásunkat sértő megfogalmazásokkal fejtették ki a művészeti tevékenységüket, akkor jól látható az, hogy ebbe történő beavatkozás, ennek a megakadályozása, az, hogy közpénzből ezek az emberek ne jussanak forráshoz, ne fejthessenek ki közpénzből fenntartott munkahelyeken a magyar nemzet érdekeivel ellentétes tevékenységet, és itt most nem gondolatrendőrségről beszélek, hanem a nemzeti elkötelezettség fontosságáról. Én azt gondolom, hogy ezt mindenképpen biztosítania kell a jogalkotónak. És még egyszer mondom, ez nem arra szolgál, hogy üldözzük ezeket az embereket, ez a gondolat arra szolgál, hogy tisztán a nemzeti elkötelezettségű emberek kinevelésével működhessen a magyar művészeti oktatás. Köszönöm szépen! Köszönöm, képviselő úr. 2 perces felszólással megadom a szót Gulyás Dénes képviselő úrnak, Fidesz. Köszönöm, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársak. 3 ajánlási ponthoz szeretnék hozzászólni, a 12-es, 13-as és a 15-ös ponthoz. Ez mind a 3 tulajdonképpen személyi kérdésekkel foglalkozik. A 10-es, 12-es pont tisztázza az összeférhetetlenség kérdését. A törvény ugyanis nem említi a tagozatvezetőket, az elnökségi tagokat, mint azon személyi kört, akikre vonatkoztatni kell az összeférhetetlenséget. Ezért tehát kibővítettük a 12-es ajánlási pontban a 19. paragrafust ezzel. A 13-as ajánlási pontban pedig az elnök akadályoztatás esetén a főtitkár helyettesíti őt. Ezzel egy új pontot javasoltunk. A 15-ös kérdés, 15-ös ajánlási pontban a 26. paragrafusra vonatkozik, ami a 26. paragrafus a törvény szerint –
feltételes módban beszél, azt mondja, hogy tisztségviselők a tevékenységükért az alapszabályban rögzített feltételek szerint díjazásban és költségtérésítésben részesülhetnek. Mi pedig azt mondjuk, hogy az elnököt, a minisztériumi főtitkárt, a közigazgatás államtitkári illetménnyel azonos mértékű jadalmazás, valamint évente 40 nap szabadság illeti meg. Ez a három legfőbb olyan pont az ajánlási pontok közül a módosításban, ami személyi kérdéseket érint. Köszönöm szépen. Első körben ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés, Ák Péter képviselő úr jelentkezett 2 perces hozzászólása. Megadom a szót, képviselő úr. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. A Magyar Művészeti Akadémia a törvényjavaslat eredeti megfogalmazása szerint az irodalommal, a zenével, képzés, iparművészettel, építészettel, fotófilm, előadó népművészettel foglalkozik, és ez a felsorolás bővülne a nyelvművészetnek a megőrzésével. Azt gondolom, hogy ez a javaslat annak tükrében is nagyon fontos, hogy a holnapi nap fogunk tárgyalni a magyar nyelv védelmének, őrzésének a napjának a bevezetéséről. Ebben a tekintetben is különösen fontos az, amire Volner képviselő is felhívta a figyelmet, hogy a Magyar Művészeti Akadémia későbbiekben az audiovizuális szolgáltatókkal, közszolgáltatókkal együtt fog működni. Azt gondolom, hogy talán ez az a terep, ahol leginkább lehet tenni azért, hogy mindannyian a nyelvművelés terén előbbre tudjunk jutni, és egy ilyenfajta művészeti akadémia, ami a nyelvművészetnek a ápolását kiemelt céljának tűzi, azt gondolom, hogy mindannyiunk által támogatható. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés, kérdezem, kíván-e még valaki felszólalni a vita szakaszában? Jelentkezőt nem látok. Mivel több felszól nem jelentkezett, a részletes vita szakaszát lezárom. Megnyitom a részletes vita második szakaszát az ajánlás 16-tól 19-ig terjedő pontjaira. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni 6 perces időkeretben? 2 perces időkeretben kért szót Gulyás Dénes képviselő úr. Megadom a szót, képviselő úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Folytatnám a további 3 ponttal. Tehát a 16, 17 és 19-es ajánlási pontokkal, amit tulajdonképpen mind egy srófra mozognak, ezeknek a lényege, és talán a módosító indítványnak ez a fontosabb és lényegesebb része, hiszen az egész intézményre, az egész Magyar Művészeti Akadémiára vonatkozik, hiszen a módosító legfontosabb pontja, mert a közjogilag hasonló státuszú szervezetekhez, így az MTA-hoz emeli a Magyar Művészeti Akadémiát, és rendezi egyéb költségvetési intézményeinek és az ott dolgozó közfeladatokat ellátó alkalmazottaknak a jogállását. És én azt gondolom, hogy éppen 62 éve már annak, hogy az MTA-ból száműzték a szép tudományi alosztályt, a művészetet és a művészeket, teljesen érthető, sőt elvárható az a törekvés, amely a Magyar Művészeti Akadémiát a művészetek társadalom és tudatformáló jelentőségének megfelelő rangra szándékozik emelni. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna. Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés, mivel több jelentkezőt nem látok, így a részletes vita e szakaszát és a részletes vita egészét lezárom. Megkérdezem Szőcs Géza államtitkár urat, hogy most vagy a határozathozatal előtt kíván válaszolni a vitában elhangzottakra. Igen, megadom a szót, államtitkár úr. Tisztelt ház, tisztelt képviselők, tisztelt elnök úr. Én a kormányzat részéről az elégedettségemet és a köszönetemet szeretném kifejezni mindazoknak, akik munkája együtt gondolkodása lehetővé tette szöveg törvényi értelemben való végleges artikulálását. Köszönöm azoknak is, akiknek beépült a javaslatuk a szövegbe, és azoknak is köszönjük, akiknek a javaslatát nem fogadtuk el, hiszen a kérdéstől folytatott diskurzus olyan fontosságú, hogy végül is meggyőződésem, hogy minden argumentum
minden nézet, minden elhangzó szempont beépül a közgondolkodásba, és az is lehet, hogy hosszabb, rövidebb időn belül új megfogalmazódást nyer.